Ezen a felvételen is jól látszik, készül a támfalati Szavasvári úti felüljáró oldalában. A Kerék utcán ezért útszűkület van, amelyet villogó terelők is jeleznek. Itt jelenleg 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben, és a gyalogos forgalmat is a felüljáró túloldalára terelik. November elején kezdődtek a munkálatok, hogy a reggeli és délutáni csúcsforgalomban biztonságosabban és gyorsabban közlekedhessenek itt az autósok. A mintegy 800 millió forintos Európai Uniós projekt a Magyar Közúttal konzorciumban valósul meg. Csomópont kialakításával kapcsolatosan a közmű kiváltási munkálatok már megkezdődtek, nagyon sok közműnek a kiváltása megtörtént. A kiépítéssel összefüggésben forgalmi sávok fognak létesülni, plusz forgalmi sávok, tehát kétszer két forgalmi sáv fog a Derű utcától indulni a város irányában. Ennek érdekében egy támfal építésére van szükség, amelynek már a munkálatai megkezdődtek, és vélhetően a téli üzem lejártát követően ezek folytatódni fognak. A gyalogkerékpárút kerül kiépítésre a Csalitos utcáig, és a Csalitos utcától a Derű utcáig pedig gyalogjárda, valamint a másik oldalban lévő, meglévő kerékpárútunk nyomvonalkorrekciójára kerül sor. Hogy pontosan ezek az átalakítások hol lesznek, azt a tervrajzon mutatta meg híradónknak a szakember. A Derkovics utca csomópontjában lesz egy lámpás forgalomirányítás, meg a Csalitos utca csomópontjában szintén egy lámpás forgalomirányítás lesz. Ezek összehangoltan fognak működni, és erre azért van szükség, mert csúcsforgalomban leginkább reggel és este a Derkovics utcáról a kifordulás, akár a balra nagyívű kifordulás nagyon nehézkesen működik, és így szabályozottan, ütemesen fognak tudni közlekedni az arra közlekedők. Itt látszik az, hogy innen fog indulni a gyalogkerékpárút, el fog jönni a Csalitos utcáig, ott átmegy az északi oldalba, és a Csalitos utcától meg a Derű utcáig egy új gyalogjárda létesül. Ez biztonságosabbá teszi majd ezt az útszakaszt. Szükség is van erre, mert az elmúlt időszakban a városból kifelé, a felüljáró lábánál sok ráfutásos baleset történt. Részben a kanyarodó sáv okozta kisebb áteresztő kapacitás miatt, részben pedig a gyalogos átkelő miatt. A projekt befejezése után ezek a problémák várhatóan megszűnnek majd, addig azonban a gépjármű vezetők türelmét kérik. Az ott közlekedőknek mindenféleképpen körültekintéssel kell közlekedjenek, mivel forgalomkorlátozások, sávszűkítések lesznek folyamatosan érvényben, és a munkálatok várható időtartama 7,5 hónap a szerződés szerint. A támfalépítési munkák még tartanak egy ideig, addig a Tiszavasvári úti felüljáró belső sávjában 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben.